Nem csak a megint csak képet raktál. Mi? Hányszor megmondtam, hogy ne tegyél ott. Na. Nem fogtam egy kukulit. Most meg tudod-e? Sok papírt küldtek, látom. Nem voltam, de... Nem a farból. Nem kényelmes.
többet fog kelleni kapjon, mert a Szándéka uno. Igen. Fizik. Eddig kettős volt. Azt hiszem, hogy kettős vagy hármas. De most már egyes van, tehát nagyobb összeget kell adjanak. Igen. Na, és itt azt mondja, hogy csatorral küldjük a Hargita megyei fogyatékosságot megállapító bizottság által kiadott eredeti fogyatékossági határozatot, valamint a bizalmas mellékletet, amely csak önnek szól. Tehát ez csak nagyanyáknak szól. Kormány határozat harmadik szakasza alapján. Ugyanakkor tájékoztatunk ön arról, hogy a 2648-as számú törvény 59-es szakasz első számú bekezdés H betű elérgásának megfelelően a fogyatékosságok élő személyek vagy családtagjai kötelesek 48 órán belül értesíteni az intézményt a fogyatékosság, a lakóhely, az anyagi helyzet változásáról, intézményesített magán vagy állami gondozásba helyezésről, halálesetről és egyéb olyan körülményekről, amelyek befolyásolhatják a törvény által biztosított jogok megadását. Hát ez így van, Jancsika. Mert mikor... mikor Nagy Vili meghalt, na, felmentünk a pénzét Vilikével, akkor el kellett menjünk egyszer a nyugdíj osztályhoz, hogy jelentsük be, hogy meghalt, és azután át kellett menjünk a handikápos intézethez. És ottan kellett vigyük a könyvet, megnézték, ki volt fizetve nekünk egész évre, de nem probléma. A kotizáció most állandóan kell fizetni minden hónapban. Anyádik hol fizetik a kotizációt? A nyugdíjas osztályon. Itt? Igen. A handikápra? Hát csak a annos mama fizeti a kotizációt, a nyugdíjas osztályban aztán nem. Ez úgy... nem az Jancsika. Van ott egy handikápát intézet, nem ott van, ahol ez a jött. És oda minden hónapra ki kell fizetni a kotizációt. Általában úgy szokták, hogy egy fél évre vagy egy évre. Igen. Hát minden hónapban nem mehet csíkszerodába az ember, hogy fizesse a kotizációt. Igen. Érted? Na, és akkor, ha valami történik, például, hogy volt valaki mondjuk beteg, igen. És kapott harmadik fokos nyugdíjpótlás, mert hát ez úgy, hogy nyugdíjpótlás, a handikapált nyugdíj, és akkor közben meggyógyult. Igen. Ez egy példa csak. És akkor már le kell jelenteni, hogy meggyógyult. Igen. Na, most nagyanyámnak megadták az egyest. Tehát nincs amit lekommunikálni neki, csak mondom, hogy lássátok, hogy fizettétek el minden hónapban. Hát... Mert ha nem, majd ha eljön az idő, akkor mikor felmenjen, akkor le kell fizetni a maradékot. És ha nem, megcsinálhassák azt, hogy nem küldik. Mert nem fizetett, akkor nem küldik. Érted? Tehát az egy más kotizáció. Hát én tudom, na, mi fizettük Nagy Vilének. Igen. Na, ez nem hülyeség. Na. Na, látod? Gradul de handicap accentuat. Igen. Na, és akkor írja a másikon, hogy megadták az egyest. És ne, tip handicap uno fit. Igen. Tehát ő, mivel ágyba van, megkapta most az egyes. És eddig, nem tudom, kettős vagy hármas volt. Hát én se nem tudom, hogy hányos volt, kettős, hármas, hát nem tudom, azt tudom. Nem tudom, hogy a kuponon írja-e, ezt nem tudom. Na, de most már többet kell kapjon, mert megkapta az egyes. Igen. Az egyes grát. Úgyhogy semmi probléma nincsen vele. Na. Úgyhogy, hát ez az újra kalkulálás, amiket mind mondtak. Na, ezt el kell tenni, ezt a certifikátot.
mert ezek csak mind a mellékletek. Ez az, ami neki kell. Igen. Mert nem tudjátok, hogy hova kell, tudod? Mikor találják kérni, és akkor legyen meg. Na. Úgyhogy 31. 2014-től nyugdíjas nagyanyát. Hát dehogy is, akkor kapta meg a handikápát. 2014-ben. Igen. Az álomharc, a tárgyról az meg mindenfélik, ami létezik a földön. Ez nem az államhoz tartozik, ez egy nyugdíjas közösség, úgyhogy ők osznak, ők szoroznak. Mindent csinálnak. Mindent. Most azt nem tudom, itt írja aztán tudta, hogy jár, pátru pensie, de limita, de büszke. Hogy ezt mikor adják. Érted? Igen. Akkor, mikor. Ha? Vagy fogják adni most. Habár úgy mondja a tévé, hogy újra vannak kalkulálva az egyes, kettős gruppák. Igen. Akik jár nézébe, bányába dolgoztak a vasútnál, szóval nehéz munkában voltak. És azok már most április 1-től kapják a nagyon nyugdíjat. De nekünk például nem vagyok én grupás. Igen. Hát én nem kapom. És akkor azt jelenti, mert... No, azt mondta, hogy a handikapált nyugdíjakot is újra verifikálják. Igen. Mert vannak olyanok, vagy meghaltak, vagy más grupába kéne legyenek, és veszik a nagy pénzt. Igen. És akkor ezért verifikálnak minden nap. És azért nem tudom, hogy ez, meglássátok most, már kikapta a nyugdíjt áprilisra. Igen. Igen. És ez az a 350 lejött a handikapát nyugdíjt? Még nem jött. Na, azt nézd meg, hogy mennyi van rajta, mit ír. Ezeket mind meg kell hagyni akkor? Ezeket az vizéket? Kupot akkor? Igen. Ó, nem kell. Mit kell süt a víz? Na, látod. Mit akkor mit? Kihívtam a felgyűjtőt, és azt mondta, hogy ottan, onnantól ő nem tud intézni semmit. Hát igaza van, miért hívott fel? Mondd meg, hogy miért hívtam fel. Azt a
aztán mondtam nekem, hogy ott vannak a apád, anyának ott intézik azt. Hát de igaza van. Hát miért hívott fel? Ott meg 2000 kilométer távolságban van. Hát itt anyádék se kell intézni, meg semmit. Ön csak a megint ég a konyhába illat. Mint hogy, mit a műtaplikket azért. Én ezt nem értem, hogy hol kell fizetni a handicapot pénzt. Én ezt nem tudom. Hát a Fededába. Itt nem lehet? Itt nem tudom. Nem. Ez egy külön, úgy mint egy külön vállaló. Onnan fizetik minden hónapban. De mi mindig kifizettük egy évben a pénzt. Igen. Na. És az mennyi kell egy hónap? Falvit nem tudom, mennyi kell oda. Én nem tudom, hogy most. Mondd meg, 10 éve meg van halva. Hát honnan tudjam én, hogy 10 év alatt mennyit változott, nem? Sokat. Hát azt nem lehet tudni. A 375-öt, mert nem 375-öt.
Igaz? Igen. Majdnem 600 lett. 600 lejét biztos sokan dolgoznak. Normális. Így van? Igen. Na látod? És egész nap ki van bele. Igen. Na, azért mondom, tudod, hogy meglátod, hogy mennyi lesz most az. Majd megmondom, mikor megígérjük. Azt biztos, hogy nem tudom, jó héten fog jönni. Jövő héten kéne jöjjön, ma hányom komám? 11. Uh-huh. Jövő héten fog jönni. Péntek, jövő hét. Hát akkor már lehet, hogy itthon leszem? Hát nem tudom, hogy jövő hét, nagy hét, nem tudom, mikor jönnek húsvéti szabadságra. Ha most volt a karácsonykor, új évkor, vagy a rakás szabadságra. Igen. Ha még mennyi szabadságyok van? Hát igen. Hát a nyárára mi marad? Hát igen, nem tudom. Amikor volt a múlt hónapban volt, vagy két hetet, három hetet? Volt. Mert mondtad volt, hogy visszament dolgozni, és közben kazakítszik, mert nem volt munka. Igen. És akkor megint egy hetet még hozzadik. Igen. Na. Addig szarakodnak, tudod, hogy nyáron ne kelljen adjanom semmit. Igen. Ezek a patrok. Igen, és édesanyám, nem, édesapám vasárnap megint így volt, így, úgy már megint kötekedett, hogy amikor itt a kávét, akkor így mondta édesapám, édesanyámnak, hogy amikor érti a kávé, így titkodozik, hányik. Minden. Mondjuk a paraszt. Iszik, nem gondolkozik. Bár neki az kötönye, hogy valamikor felnevette. Hát igen. Anyja, igaz? Igen. És iskoláztatták, és minden. Igen. Ha hol van az a kötönye? Nincs meg neki. Na, látod. És azt is, és belém is kötött, hogy miket csinálok így, úgy, én vagy gyerke, így, ezeket, azokat. És én megmondtam neki, mi a baj van, Anus van magában is belém is, vagy mi? És akkor mit mondod? Hát, már csupú megnézett. Istenem, elég baj, így is elkezd. Ahogy én értelemre vettem én, hogy amikor meghal az ő anyja, Annosom, akkor mi lesz vele? Akkor fog bánkolni, hogy ő miket csinál? Nem fog, az ilyen embernek nincs lelkiismerete vagy. Jacsik. Úgyhogy nem gondolkozik, tudom. Jancsikat így valamit arra a tévére, amit lásson valamit, ne ezt a hülye képet. Hallod? Igen. Hát de csinálja, ha mondom. Hát már mondtam ezelőtt, amikor idejöttem, hogy nem azt ott rakja. Na mit nézem? Mondd meg azon, mit nézem nagyanyát. Hát szokta nézni, mint aját, amikor... Ez nálatok a konyha? Igen. Na akkor tégy más, mert nagyon nem kíváncsi de. Az se érdekes, ne tégy neki ilyeneket, hogy lássa. Érted? Ő szokta magyarul rázni, hogy van, így van, így abszolút. Szokta nézni. És akkor mérgelődik, s... Na, ott hogy volt. Itten most a televélek. Na látom. Itten szokta nézni, hogy... Szokta kérdezni, hogy ez mi, hogy... Jó, Jancsika, de egy kép, s aztán már semmi. Érted? Ha te picsoktatod ott, akkor jön más is.
De ő egy ilyen képet mit nézzen egy fél órát vagy egy órát? Na, hát eljönnek a magyarok ott, ne a Dunát, vagy valamit, hogy lásson valamit. Na, mit keresek? Hallom, hogy kiesett az eső. A kezdett, de nem erős. Na, nem lehet más fogni. Na, valahogy átfogni. Kármát, ha te körcélej, ha te GPS, ízékről röröd is volt szó, a nyugdíjakról is. Hát, mi mondják? A nyugdíjakról volt szó. Na, de hát most nincs hangja. Hát nem, nincsen hangja, ne fogj. Megpróbálhatni. Már közösen? Na, hát rossz, hogy van. Na, megint, mit mondtál meg? Nagyon lelkesen jelentettek a gyerekek, mi is meglepődtünk, hogy Úgyhogy meglássátok aztán, hogy mikortól adnak nagyobb handikapát nyugdíj. Nem ülök, Jancsika, nem ülök, nem menjük. Mert eddig biztos, de nincs az a boríték, amelybe belé van téve a régi. Nem mostani. Hát nem tudom, hol van az a boríték. Ma ott lehetne látni, hogy milyen grupában volt inkadrálva. Na, és most megadták az egyes grupát. Tehát többet kell adjanak. Csak nem lehet tudni, hogy mennyit.
Na, meglássátok, mikor hozzák, jövő héten, vagy mikor hozzák, akkor a kuponnal adja a postás, igaz? És akkor a kuponnal meglássátok, hogy mennyit ír, hogy mennyit kap. Na, de én úgy tudom, hogy április 1-től már adják ezeket a handikápák nyugdíj, és az 1-es, 2-es grupákat. Úgyhogy nem kell menni sehova. Na, csak mondtam Jancsikának, hogy kell fizetni minden hónapban, szeredában a handikápátosoknál kotizációt. Na, és azt nem tudom, hogy fizetik, nem fizetik, hogy van. Még én sem nem tudom, hogy fizetik, nem fizetik, hát nem tudom én sem. Mert mondom, amikor Nagy Vili Isten nyugtassa élt, akkor kellett menjünk minden évbe, hogy nem-e változik a betegség, vagy nem tudom mi, és akkor fizettük örökké egy évre. Na, és akkor, amikor meghalt volt, akkor kaptunk szeredába a primariától, hogy úgy mondjam, a nyugdíjosztálytól, és pillanatban a handikapátosoktól. De akkor le kell jelenteni a handikapátosokhoz is, a nyugdíjosztályhoz is, mindenhova le kell jelenteni, hogy mi. Úgyhogy ezeket írja. Na. Úgyhogy azért mondom, nem tudom mennyi lesz, de most be vagy téve az egyes grupába. Aztán meglássátok, hogy mennyit kaptak. Na hát, akkor nem fogunk férni a fűtést. Felkezdeni, és az én kezdményem úgy volt le a jelszobát. Hát most a fába mennyit kellett pottolják? Yes. Fába mennyit kellett pottolják? Nem tudom, melyik évben volt. Hát nem melyik évben, most az idén. Hát vettek fát? Hát ugye nem tudtam, kérdezem azt, hogy mennyi volt a fa. Hát nem azt mondtad, Jancsik, hogy 1700 volt. Ebben 700 volt, igen. Na. Ez tudom, nekem még össze tudja az lényi. Még gondolkodik, hogy mennyit mondjam. De ez mellett még akar venni egy kocsipát. Vegyen, Jancsik, azt tartja nagyanyádat a hidegbe. Vegyen. Ez a pohátlanság. Amikor ha én tüzet csinálok már a múlt héten, jó meleget csináltam így, úgy, aztán kiabált, hogy miért csinálta akkor a meleget. Figyelj ide, Jancsika, a múlt héten sütött a nap, igen. Tehát melegen volt kint is, de most kint is le van hűlve, kint igen. Is hideg van, tehát gyújtsál be. De azt is akarom csinálni, hogy... Gyújtsál be, hogy ne fagyoskodjon. Igen, és aztán nyitja ki az ablakot, hogy menjen ki a meleg. Jaj, Jancsika, jaj, ez baj. Na jól van akkor. Azért nem már nézzétek meg itt házban. A vár én fizetem. Hát ők is fizetnek a fába. Hát a fába ők is fizetnek, nem? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy fizetek vagy nem fizetek. Hát elarvus, ameddig élsz, addig kihasználják, aztán majd meglássák, mikor ők kell fizessék. Hát legyen, nem gondoltam, hát azon gondolkozzál, nem mely elő kívánt. Nem tudom, hogy jó akar tenni. Nem is gyerekeket, nem is kérdezett. Én nem tudom, hogy hát egyedül akar intézkezni. Na, Isten, ez van. Na, de én érzem, hogy fátik a lábam. És van harisnya a nadrágat. Azért mondom, most ne várj egy fél órát.
Azaz, hogy mennyi fog kárítsolni neki édesem? Nem kérem fázok. De most már jó hideg van. Hello, nem fázik. Lábad nem, de itt megfázol. Az nem fázol, az se jó. No, menjen, hogy biztos. Menjen. Nálam meleg van, de azért bétakarozok. Igen. És nálam ehhez képest meleg van. Na, úgyhogy ők. Na. Na jó van, akkor menjek. Na, úgyhogy nincs semmi problémás. Ha gondoltam én, hogy ott értesítik le, hogy kap nagyon nyugdíj. Igen. Na, úgyhogy. Na. Na jó, van akkor. Na akkor menjek ott. Menjek, mert eddig hazaérek. Szinte egy óra. Na. Megint elment a hang, Jancsika? Vagy te halkítottad? Viszont most következzen egy figyelemre méltó fiatalember, egy ifjú költő, bánt belé, aki saját névét adja. Na jó, az, hogy igen, faj a lába, igen, úgy, igen, faj a hátsója is. Faj, ha persze. Jancsika csont ritkulása van. S a csont az fáj. Kanyarodjunk vissza, beszéljünk arról, hogy mi is az a slam poetry, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Ez
nagyon is beszélni egyébként, már így nem született rá egy pontos meghatározás, viszont ez egy előadói műfaj. Az előadónak kb. 3 perce van arra, hogy valamit átadjon a közönségnek, és itt lehet szó szórakoztatásról, mint cél, lehet szó elgondolkoztatásról, igen, problémák felhozataláról. Én a saját szövegeimben próbálom a nyelvi eleményeket, a nyelvünk adta lehetőségeket kijátszani, és ezeket beleírni, mert azt vettem észre, hogy a fiatalok olvasnak, a fiatalok ezt befogadják, hogyha megfelelően van tálalva. Pont ezt mondta, hogy a legény csomagolunk valamit, valamit, csak hogy elérjük a fiatalokat. Mi?